Tehát el lehet mondani, hogy a kinti eredmény megmutatja 100%-ban a benti világot. 100%-ban tükör, ami kint van. Minden. Ezt nehéz elfogadni. Én akkor a csődbe el kellett, hogy fogadjam, mert nem volt más. És rájöttem, hogy ez igaz. Tehát, hogy a kinti világ, az teljesen, és elég ránéznetek, elég ránézni a kinti világra, a valóságra, és meglátjátok, hogy bent mit működtettek. Hogyha, jaj, olyan gazdag vagy, jaj, olyan bőségben élek, hogyha neked az ott nincs, és nem is tudsz jól árazni, akkor az nem bőség. Tehát valamit nagyon sokszor a fejbe így megmagyarázgatunk dolgokat, és közben az a belsőnk nem tükrözi. A belső mindig tükrözi a kintit. Én megváltoztattam a belsőt a csődbe, amikor nagyon-nagyon szarba voltunk, olyan hálás voltam, de majd a háláról is beszélek, ott volt ez az elfogadás meg a hála, tiszta szereted, tiszta hülye vagy, Adrien, hogy ennyi mindent vesztesz, minden eltűnt, a húgod már nincs ott, és te meg csak a szeretetet éreztem magamba. Mondom, ezt nem lehet, de aztán belementem, mert megengedtem, hogy ez van. És kint megváltozott a külvilág. Ezt az elején nem értettem, hogy ez hogy van. Minden kicserélődött, a baráti körtől kezdve minden. Nem azt jelenti, hogy most nekem nincsenek kihívások, vagy rossz dolgok, vagy negatív dolgok, egyszerűen máshogy állok hozzá, mert én máshol vagyok a történetbe. De ehhez is még jövök, nem tudom, hogy mindent meg tudunk-e beszélni, de... Oké, tehát legtöbbször az a probléma, azért nem tudnak az emberek fölfelé emelkedni, tehát hogy följöjjenek ehhez, mert nem hisznek magukba. 100%-ba. Úgyhogy elfogadod magadat olyannak, amilyen vagy, mindeneddel együtt, hogy képes vagy rá. Ugye a gyerekkor azért nagyon sok pecsétet hagy rajtunk, meg ugye az a felnőtté váláskorban is. Most szeretnék itt valami nagyon érdekeset mondani, most gyorsan megnézem, hogy mindent elmondtam-e. Ja igen, még az előzőhöz, hogy a belső beállítás nem kompatibilis a vágyaiddal. Mert hogyha a belső beállításod, maga az irány kompatibilis lenne a vágyakkal, akkor elérnéd. Ez az az ok, ez az a következmény. Aztán a tükröt azt mondtam, ja igen, miért nem tudsz hinni magadban? Másra vagy programozva. És itt jön majd be ez a nemzeti attitűd, meg karma, meg minden. A családállítóként láttam rá, tehát hogy másra vagy programozva, ide a családi mintázatok, a kollektív tudat, lehet, hogy hallottatok róla, a nemzeti attitűd, meg ugye azért meg magyarok vagyunk, hogy ugye máshogy vagyunk programozva. Amit sokan nem tudnak, hogy identifikálják magukat a lóval. Tehát azok a mintázatok, amik nekünk vannak, mi azt hiszük, hogy mi vagyunk a ló, de mi a lovas vagyunk. És ez egy, nekem, most nem tudok szépen rajzolni, ezt a lányom rajzolta. Jó, én vagyok a lovas. Én is jártam jobb agyféltek is rajzolásra, de most így gyorsan ez megy. Tehát, hogy ugye vannak ezek a mintázatok, ugye alattunk vannak a minták, mi bennünk van ez a mintázat, ugye családi, jaj, kislányom, ezt nem tudod meglépni, mi csak pedagógus szülők vagyunk, nálunk ennyit keres valaki, tehát, hogy ezt most hogy akarod meglépni, és akkor mennek ezek a családi mintázatok, mert magyarként, ugye, hogy mi annyit harcoltunk, mert minket úgy bántottak, meg hogy lehet fölállni, hát, és kimentem külföldre, és hiába mentem ki külföldre, vittem magammal, mint a magyarság, ugye, az én családom egész-egész végig, hát Szlovákia területén éltek, 5 kilométerre lakunk a határtól. Mondtam anyuiknak, nem tudtatok átmenni? Tehát, de mindegy, a magyarságnak a tüneteit, a magyarságnak az átéléseket, a háborúba átél dolgokat a szüleimtől, nagyszüleimtől, akik be voltak zárva, 10 évig a nagypapa, tehát ez bennünk van. Nekem mindig tele kellett legyen a hűtő. Egyedül laktam Hamburgba, tele kellett legyen a hűtő, mert az volt az érzésem, hogy éhen halok. De az nem az én mintázatom volt, mert nem halok éhen, hát az üzletek tele voltak, nekem nem kell bevásárolni 3 hónapra. Mikor erre rájöttem, hogy hűha, hát nagyapám éhezett. És viszed magaddal a mintázatokat, de amit nem tudunk, ugye gyerekként ez oké, hát viszed magaddal a mintázatokat, ugye gyerekként, szivacsként, biztos ismeritek a történetet, vagy hallottatok, hogy gyerekként nem tudsz más csinálni. Te ki vagy szolgáltatva a külvilágnak, vagy láttatok egy gyereket, aki magára felrakja a pelenkát. Ki van egy gyerek szolgáltatva a körülményeknek, a szüleinek, mindennek? De felnőttként nem kérdőjelezzük meg, hogy oké,
most azért ebbe még hinnem kell, amit ugye elém tálaltak, vagy ami ott volt. És ez látható meg a pénzügyi személyiségekbe, ezek a szerepek, amiket láttunk anyutól, aputól, a nagyszülőktől. És akkor rájöttem, hogy ezt külön kell venni, ezt a kettő történetet. Én nem a ló vagyok, hanem a lovas. És a mintázataim az a ló. A családomnak a mintázata, hogy anyunak vannak túlélő mechanizmusai, azt én élem. De csak azért, mert azon a lovon ülök, és nem veszem észre, hogy én azon a lovon ülök. És azt tanultam meg, hogy le lehet szállni. Hát a lovas mit csinál, hogyha izé lova van? Hát ott van a stresszló, leszállok, rászállok a jókedvű lóra, vagy rászállok a teremtés lóra, vagy rászállok az élvezetre, bármire. Tehát, hogy igen, és ez a döntésen függ. Tehát már az egy óriási felfedezés, nekem óriási felismerés volt, hogy én nem egy vagyok, én nem, mert ugye úgy képzeljük el magunkat, mert ugye magunkat visszük mindenhová, külön kell venni, és a mintázat, maga a mintázat az a ló. És azért lehet elhagyni a nemzeti karmát, meg azért lehet elhagyni a családi örökölt sorsokat, ugye most láttam, hogy van egy ilyen könyv is, hogy van, igen, van örökölt sors, haló, de van szabad akarat. És ez döntés kérdése. Persze, hogy vannak dolgok, de attól én a családhoz tartozok, apukámhoz, anyukámhoz tartozok akkor is, hogyha én most 25 ezeret keresek egy hét alatt. Mert én most másd döntök. És hálás vagyok az őseimnek, hogy ők azt választották, nekik az volt a szabad akaratuk, arra volt lehetőségük, de én most ezt szeretném. És eldöntöm, hogy én most más szeretnék. Én azt döntöm, hogy egy másik lóra ülök. Mellettem jön ez a ló, de nekem nem kell azon lovagolnom. És ez számomra egy óriási felfedezés volt, hogy én ezt megmerem tenni. Na és ehhez kell egy kicsit az önismeret meg a bátorság, hogy ezt meg tud tenni. Hogy átülsz a lóra.